Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban arról szeretnék egy kicsit beszélni, hogy miért és hogyan jelenítem meg a terepasztalomon a különböző korszakokat, és ennek milyen okai vannak. Szerintem, ahogy mindig is hangoztatom, a vasútmodellezés a kompromisszumokról is nagy mértékben szól, és ez alól nem kivétel a különböző korszakok terepasztalon történő ábrázolása sem. Sok modellezőnél látni, hogy elég vegyes képet mutat a gördülő állomány, főleg a korszakok tekintetében. Én sem vagyok kivétel ez alól. Gyakorlatilag 4.-től 6. korszakig vannak járműveim, és ott egy kicsit beszélnék arról, hogy ez miért alakult így, és miért látni néha vörös csillagos V43-ast a Vectron mellett. Itt most kiemelném, hogy főként a nagy szériás gyártókra fogok megint koncentrálni, amikor a járművekről beszélek. Ha felmegyünk egy tetszőleges modellbolt honlapjára, és megnézzük az aktuális hazai vonatkozású kínálatot, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy jellemzően elég széles a skála, ami a korszakokat illeti, és nem mindig lehet minden járműből több korszakbeli festési, illetve feliratozási kivitelt kapni. Vannak persze kivételek, például ott vannak a Harris poznani kocsijai, amikből ő szépen kihozott 4., 5. és 6. korszakos kiadást is, ráadásul egyszerre, de ez általában a ritkább eshetőség. Például, ha valaki mondjuk most szeretne venni Rába másodosztályú fülkés kocsit 6. korszakos kivitelben, akkor hiába keresi azt a boltokban, mert jelenleg csak a 4. korszakos vékony csíkos van. Aki néhány éve lemaradt a startos kiadás utolsó még a boltban kapható darabjairól, az ilyet használtan tud csak beszerezni, már éppen, hogyha valaki megválna a sajátjától, ami azért elég ritka szokott lenni. És ez nem csak ebben a példában említett járműveknél van így. Hiába tűz ki az ember egy célt maga elé, hogy kifejezetten milyen korszakot szeretne gyűjteni és viszont látni a terepasztalán, ehhez szigorúan tartani magunkat sok esetben csak hatalmas kompromisszumok árán lehetséges, bevállalva a rizikót, hogyha esetleg a gyártó mégsem hoz ki olyan festési vagy korszak variánst, ami nekünk kellene, akkor abban a modellből nem lesz nekünk. Előre sajnos gyakorlatilag lehetetlen megmondani, hogy egy adott járműből ki fog-e jönni másik korszakos, másik festési variánsú kivitel. Ezért én is úgy vagyok vele, hogyha egy járművet meg szeretnék venni, akkor jellemzően abban a verzióban fogom megvenni, amiben éppen akkor kapható. Később, ha esetleg egy másik korszakos is kijön belőle, akkor pedig még mindig ott van a lehetőség, hogy megvegyem azt, és a korábban vásárolt, kevésbé a gyűjteménybe illő darabot eladjam. Nekem az a tapasztalatom, és úgy látom, hogy azért a lajtán túl sem jobb a helyzet, és ugyan kétségkívül érezhetően nagyobb a választék mondjuk osztrák és német modellekből, de még ott is néha éveket kell várni, mire a gyártók végigzongorázzák a lehetséges korszakvariánsokat és festési variánsokat egy-egy járműből. Például én is nagyon régóta keresek egy fehér IC festésű Deutsche Bahn ilyen termes Intercity kocsit. Ez most per pillanat egyszerűen nem kapható, pedig egy elég gyakori járműről beszélünk ott a német területen. A szegény ember vízzel főz. A hazai modellező meg szerintem azzal, ami kapható a boltban. Ezért is van az, hogy sokunknak már az is komoly eredmény, ha komplett szerelvényeket ki tudunk állítani egységes korszakhű járművekből. Én nagyjából 2006 óta vagyok aktívan benne a modellezgetésben, ugye korábban is foglalkoztam vele, de az inkább ugye ilyen gyerekjáték szintű történet volt. És a mai napig vannak olyan járművek, amikről korábban lemaradtam, most meg gyakorlatilag beszerezhetetlenek, még használtan is. A másik tényező szerintem a piszkos anyagiak. Valamikor választani kell. Amikor per pillanat a helyzet miatt le kell mondani valamiről, amiről tudja az ember, hogy 1-2 év múlva már nem biztos, hogy kapható lesz. Én is jártam így sok modellel, 5. korszakos kaf első osztállyal, 138-as giganttal és még számos másik járművel, amikre a mai napig vadászok kisebb-nagyobb sikerekkel. Ez bizony egy ilyen hobbi. A türelem rózsát, akarom mondani, vasútmodellt terem azonban, hogyha kellőképpen kitartóak vagyunk. Arról nem is beszélve, hogy egy sokáig keresett jármű milyen örömet tud okozni,
amikor végre a miénk lesz a hosszú keresgélés után. Azt szerintem mindenki maga dönti el, hogy megféren áll a két eltérő korszakos szerelvény az asztalon. Szerintem sokkal inkább megfér egy korszakban közelebb levő szerelvény egy másik mellett, mondjuk egy negyedik vagy egy ötödik korszakos, vagy egy ötödik vagy egy hatodik korszakos, mint mondjuk egy távolabbi korszakból származó dolog, például egy 900-as évek elejé gőzös, nem mutat olyan jól mondjuk egy hatodik korszakos magánvasutas Vectrum mellett, de ez csak az én szerény véleményem. Viszont érdemes fejben tartani, hogy sokszor ezek a korszakok terén hozott kompromisszumok azok, amik mögött nem feltétlenül a hanyagság áll, hanem egyszerűen a már említett okokra vezethetőek vissza. Nem lehet mindent modernt megvenni. Nem lehet minden járművől meg minden kiadott pályaszám és korszakvariáns. És bizony azzal kell beérnünk, és azt kell megbecsülnünk, amikhez éppen hozzá tudunk jutni. Tudom, hogy előfordulhatnak olyan együttállások a terepasztalon, amik a valóságban nem lehetségesek. Azonban szerintem egy terepasztalon nem csak a valóság 100%-os leképzése lehet a cél, hanem egy hangulat megteremtése, egy számunkra érdekes világ kialakítása. Bele lehetne menni a részletekbe. A kocsik, mozdonyok revdátumaival, az apró változtatásokban, amik történtek rajtuk, hogy melyiket mikor selejtezték, csak ennek a sornak a végén lehet, hogy egy-két szerelvénynél nem maradna több. Mert ha a hatodik korszakot is nézzük csak, akkor is az utóbbi 15 évben olyan változtatások voltak, gondoljunk csak itt a pályaszámba a V és az M betűk elhagyására, és ennek az új telefonos pályaszámnak a bevezetésére, illetve társaságilag, ugye először MÁV, utána MÁV-TR, utána pedig START a mozdonyokon, hogy nagyon körülményes lenne kompromisszumok nélkül ezeket lekövetni a terepasztalon, és gyakorlatilag folyamatosan cserégethetni az ember szerintem így a gördülő állományát, hogyha ezekkel így lépést szeretne tartani, és mindig azt szeretni, ami éppen pont most van. Szerintem egy teljesen homogén, csak adott korszakbeli járműveket tartalmazó gyűjtemény és terepasztal kialakítása rendkívül idő- és pénzigényes vállalkozás, és nagyon kevés olyan modellező van, aki ilyennel büszkélkedhet. A legtöbben szerintem a lehetőségekhez képest igyekszünk kialakítani a gördülő állományunkat, és nem gondolnám, hogy ezzel komolyabb baj lenne. Még a külföldi modellezők is jellemzően elég lazán szokták kezelni a dolgot, a legtöbb esetben a szerelvényen belül szoktak ügyelni a korszak hűségre, csak a tényleg nagyon perfekcionisták, mint például Joseph Brundle, vagy a BBM 1930 projekt mögött álló modellező építik fel a teljes üzemüket és gördülőállományukat egy kifejezett időszakra, amiért én minden tiszteletet megadok nekik. Remélem sikerült úgy, ahogy átadnom a mondandómat, és mindenki számára érthetően elmondani, hogy mit gondolok erről a témáról, és hogy én milyen koncepció mentén gondolkodok a korszakok tekintetében a terepasztalommal kapcsolatban. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!